Sziasztok! Ez a videó a folytatása lenne annak az anyagnak, amit nagyjából másfél-két hónapja raktam ki, és így a piramisokkal foglalkozott. Ugyanis ott a gízai piramisokról volt szó, ha egyébként ezt még nem láttad, akkor ennek a videónak a linkjét ezt letettem a leírásba, de a videó végén is meg fog majd jelenni, úgyhogy ott rákattintva meg tudod majd nézni. De ami a lényeg, hogy hát Egyiptom azért rohadtul nem csak erről a három piramisról szól, ugyanis az országban összesen 130 darab ilyen épület található. Ezekről érdemes tudni, hogy mindegyik a Nílus nyugati oldalán helyezkedik el, nagyjából 100 km hosszan. A Nílus keleti partján egyetlen ilyen épület sem található. A piramis építési láz egyébként időszámításunk előtt a 2600-as évek közepén indult, egy bizonyos Djoser fáraóval és több mint 1000 éven át kitartott. Az utolsó piramis építető első Jahmesz volt időszámításunk előtt 1525-ben. Ez idő alatt összesen 15 dinasztia váltotta egymást, de vissza Djoserhez, aki a második dinasztia első uralkodója volt. Nevéhez fűződik az első próbálkozás, ez a Szakkarában található lépcsős piramis. Az egész nekropolisz 1979 óta az UNESCO világörökség része. A Djoser piramis úgynevezett lépcsős piramis, ami nem más, mint 6 darab egymásra épített masztaba. Az alapok élhossza 125x115 méter, magassága kicsivel több mint 60 méter. A piramist már az ókorban kirabolták, viszont az innen származó Djoser szobor az első ismert életnagyságú egyiptomi kőszobor. A piramisban valami egészen elképesztő mennyiségű járat van, ezek nagy része függőleges akna. A sírkamrában megtalált alabástrom szarkofág érintetlen volt, viszont múmiát nem találtak benne, így Djoser valódi sírja a mai napig ismeretlen. A harmadik dinasztia idejében aztán volt még pár próbálkozás piramis ügyben, ilyen az eltemetett piramis vagy a réteges piramis, de ezekből meg igazából a többiből sem maradt semmi, kivéve egyet, és így érkezünk el a Meidumi piramishoz. Azt hiszem nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy igen furcsa, piramisra a legkevésbé sem emlékeztető egy valami ez. Eredetileg 118 méter magasnak tervezték, és ezt már elkezdték burkolni sima mészkőlapokkal. Végül csak 91 méter magas lett, de ez is elég volt ahhoz, hogy akkor a világ legmagasabb épülete legyen. A felső része aztán összeomlott, ami vitte magával a külső borításai részét is, így ma már csak 65 méter magas, és ezért a furcsa, az eredetire egyáltalán nem hasonlító jelenlegi forma. Az építtető személyeként Hunit jelölik meg, de minden bizonnyal Snofru fejezte be, és vele megérkeztünk a legfontosabb piramis építőhöz. A negyedik dinasztia első uralkodója volt, és összesen három piramist építetett. Ugye amiről az előbb szó volt a Meidumi piramist, aztán a Törfalu piramist, végül a Vörös piramist, mindkettő Dashurban található. A Törfalu különleges formája miatt kapta ezt a nevet. Eredetileg 60 fokos emelkedési szögben kezdték építeni, de még ez is túl meredeknek bizonyult, így 45 méter magasságban van benne egy törés, ahonnan már csak 43 fokos szögben tör az ég felé, közben az alsó részt 54 fokos szögben körbefalaszták, hogy a piramis magot egyben tartsák. A belső rétegek rendkívül gyengén kidolgozottak, a legtöbb helyen kőtörmelékből meg agyaghabarcsból áll, csak a külső részeken találhatóak szépen megmunkált kőtömbök. Alapélhossza 184 méter, magassága 105 méter. Mindössze három kamra található benne, és amiben egyedülálló, hogy a piramisnak két bejárata is van, az egyik az északi, a másik a nyugati oldalon. A piramisban se szarkofágot, se egyéb tárgyakat nem találtak. Nézzük a Vörös piramist, ami az első valódi piramis, tehát csakis kőből épített gúla alakú szerkezet. Alapélhossza 220 méter, magassága 105 méter. Építésekor felhasználták a Meidumi és a Törtfalu piramis építése során szerzett tapasztalatokat, így a Vörös piramisnál az oldalak dőlés szöge már csak 43 fok. További érdekessége, hogy itt nincs alépítmény, tehát nincsenek a piramis alapszintje alá vájt alagutak vagy aknák, a három kamra és a bejárati folyosó magában az épületben helyezkedik el. Szóval ezért fontos uralkodó Snofru, mert három piramist is építetett, így személye alatt jutottunk el a kezdetleges lépcsős kialakítástól a valódi piramisokig. Így történhetett meg az, hogy halála után fia Hufu fáraó megépítette a nagy piramist, ami az ókori világ hét csodája közül az egyetlen, ami ma is áll. Nyilván ezek után is épültek még piramisok, de azok nagyjából az indultak még kategória, és ezekből mára egy kőkupacon kívül nem sok minden maradt. Mint már említettem, ez a nagy piramis építősdi első Jahmesz fáraóval ért véget,
Az övé Dél-Abüdöszben található és mindössze 70 négyzetméter alapterületű. Bár mára semmi nem maradt belőle. Azért azt hiszem mondhatom, az egyiptomiak nem viccelték el a kérdést, bő 1100 éven át piramisoztak és ez alatt 130 darab készült, azaz 8,5 évenként egy. Ezek után adódik a kérdés, ha ennyire meg voltak veszve értük, akkor miért hagyták abba? A Harvard Egyetem professzora szerint a folyamatos fosztogatások miatt álltak levele, ami mondjuk elég kézenfekvő, hiszen egy piramis ordít, hogy itt vagyok, ide kell betörnöd, ha kincseket akarsz. Ezt az elméletet az is alátámasztja, hogy a vége felé több olyan piramis is épült, amiben már nem is hoztak létre sírkamrát, hanem a fáraó testét meg kincseit az épülettől távolabb helyezték el, például az utolsó gúlát építető első Jahmesz sírkamrája is fél kilométerre a piramistól a sivatagban található. De emellett felvetődött az is, hogy a sivatagban az elképesztő hőingadozás és az ebből adódó hőtágulás miatt hagytak fel vele. Napközben 40-50 fok van, éjszaka meg mondjuk 10, vagy esetleg még fagy is. Ez simán megrepeszti a köveket, meg mondjuk 100 méteren akár 3 centis elmozdulás is létrehozhat a hőtágulás. Az elmozduló kövek közé pedig beül a por és homok, emiatt pedig mikor lehűl az építmény, a kövek nem tudnak visszahúzódni az eredeti helyükre. Ezért mozdultak már ki sok helyen a külső kövek, vagy rosszabb esetben le is omlottak. Szintén felmerült még lehetséges okként, hogy az új birodalom kezdetén vallási újítás történt. Ekkor vált népszerűvé a király alvilági utazásának koncepciója, így már nem a nap felé törő piramisok voltak az ideális nyughelyek, hanem az olyan föld alatti kamrák sorozata, mint amilyeneket a Luxor melletti királyok völgyében kezdtek kialakítani. A királyok völgye az egyiptomi Théba, ma Luxor városával átellenben a Nílus nyugati partján helyezkedik el. Időszámításunk előtt a 16. és 11. század között ide temetkeztek a fáraók és egyéb magasrangú nemesek. Itt található II. Nagy Ramszesz sírja, és Tutanhamon szinte érintetlen sírkamrája a temérdek kincsel és a szarkofággal is itt került elő. Hogy miért pont ezt a helyet választották a holtak végső nyughelyének, azzal kapcsolatban sok teória létezik, a legismertebb, hogy a völgy fölött található Al-Kurn csúcs egy piramisra emlékeztet. És ugyan ilyen gúlákat már nem építettek, mégis elmondhatták az uralkodók, hogy egy piramis alatt nyugszanak. Az itt található sírok legnagyobb része rendkívül aprólékosan és igényesen, részleteiben kidolgozott, rengeteg domborművel, különböző jelenetekkel és hieroglifákkal a falakon, ellentétben a piramisokkal, ahol gyakorlatilag semmilyen díszítés nincs. Azok közül mindössze kettőben találtak hieroglifákat, és hát azok sem a csodás megmunkálásokról híresek. Legalább 63 sírt építettek ide, az elsőt első Thotmesz vagy első Amenhotep idején, az utolsót pedig 10. Ramszesz uralkodása során. Az irtózatos mennyiségű lelet miatt az utóbbi két évszázad legnagyobb egyiptológiai kutatási területe ez. Ezek után több mint meglepő, hogy máig mindössze 11 királysír van teljes mértékben feltárva és dokumentálva. 1827-ben kezdtek el nevet, vagyis egészen pontosan számokat adni a síroknak. Egy ilyen kettő betűből és a mögötte álló számokból tevődik össze. KV, mint King Valley, és utána a szám, amik általában azt mutatják, hányadikként lett felfedezve a sír. Ma a KV 65 a legnagyobb szám, és ugyan sokan és sokszor mondták már, hogy a völgy már semmilyen újdonságot nem rejteget, a kutatók a mai napig keresgélnek, hiszen egy ilyen kijelentés után találták meg a völgy leghíresebb KV 62-es sírját, ahonnan Tutanhamon előkerült. Több mint ironikus, hogy egy teljesen jelentéktelen uralkodó volt, hírnevét csak a szinte érintetlen állapotban felfedezett sírjának köszönheti. Azóta is ez az egyetlen ilyen fáraó sír. A legtöbb kamra az ókor óta nyitott, és már akkor kifosztották őket, az eddigi utolsót, a KV 65-öt 2008-ban fedezték fel. A legnagyobb sír a KV 5-ös, ahova II. Ramszesz fiait temették, eddig összesen 130 helyiséget tártak fel benne. A sírablók miatt 11. Ramszesz uralkodása alatt minden sírt, amit ismertek, felnyitottak, minden értéket kivettek belőlük, a bennük található múmiákat pedig kettő nagyobb rejtekhelyre vitték. Az egyik ilyen II. Amenhotep sírja volt, ide 16 múmiát temettek újra, a többi első Amenhotep sírjába került. A maradékot a Deir el-Bahari rejtekhelyeken hantolták el. Ide több mint 50 fáraó és magasrangú ember került. Ezt 1875-ben fedezte fel egy helyi család, akik elkezdték eladogatni az itt talált dolgokat.
A sok új lelet azonban felkeltette a hatóságok figyelmét, akik kicsit jobban utána mentek a dolgoknak, és hivatalosan 1881-ben fedezték fel a rejtek helyet. Innen került elő második nagy Ramszesz teste is, ami az egyik legjobb állapotban fennmaradt egyiptomi múmia. Ma a kairói Egyiptomi Múzeumban megtekinthető. A Királyok Völgye is látogatható, bár egyszerre mindig csak pár sír van nyitva, amit meg lehet tekinteni, Tutanhamoné külön fizetés. Fényképezni, videózni az egész területen szigorúan tilos, csak külön engedéllyel lehetséges, és nem nagyon érdemes trükközni, mert komoly bünti lehet a vége.